Kádár János egyrészt a múlt, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom viszont a jövőbe tekint, és egy modernkori szocializmusnak a híve. Önök is ellenzik a Fudan Egyetemet például? Mi minden egyetemet támogatunk, itt alapvetően a kölcsönszerződést látjuk problémásnak, és ahogy itt vannak amerikai, német egyetemek, miért ne jöjjön ide a világ ötödik vagy hányadik legrangosabb egyetemének nevezett egyetem. Az iszom egyértelműen EU-párti és elkötelezett, de ugyanakkor, amint mondtam, hogy kis államként nem tehetjük meg, hogy nem vagyunk jóban a világ nagy hatalmaival. Ugye ez szimbolikus az ő jelölése, hiszen valószínűleg a parlamenti többség nem őt fogja választani, és ezzel az a nagy problémánk, hogy mi a közvetlen köztársaság elnök választás híve lennénk, de jelen pillanatban a parlamenti képviselők döntenek erről. Köszöntöm a kedves nézőket, a Reflektorban mai adásának vendége Galba Deák Ádám, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom szóvivője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőinket is. 2021 elején még önállóan terveztek indulni a választáson, viszont január 28-án jött a hír, hogy összeálltak a Türmer Gyula neváltal fémjelzett munkáspárttal. Türmer Gyula szerint például Magyarországnak ki kellene lépni az Európai Unióból, egyetért az orbáni menekültpolitikával, úgy nyilatkozott Orbánról, és most idézem, bölcsebb vezető, mint az összes nyugat-európai politikus együttvéve, a belarus diktátorra Lukasenkóval parolázott, Észak-Koreába járt baráti hangvételű tárgyalásokra. Mi az üzenete annak, hogy önök összeálltak a munkáspárttal? Ez azt jelenti, hogy előre a Kim Jong-un által kijelölt úton? Válasszuk ezt a kérdést kettő részre, hiszen egyrészt ugye a választási törvényt módosította a Volner János független képviselő, ugye, hogy akkor már a kormány által beterjesztett 50 fő helyett 71 főre emelték az országos listaállításhoz szükséges jelöltek számát. Nos, és hát erre időközben rájöttünk, illetve sok egyéb párt is tisztában lett ezzel, hogy önállóan nem ugorhatják meg. Egyébként nekem az érzésem, hogy a hatos fogadtagjai közül a DK és a Jobbikon kívül sem lennének képesek egyedül 71 főt elindítani a választáson, hogy önálló listájuk legyen. És azért mi több szervezettel folyamatosan tárgyaltunk az elmúlt évek során, itt példaként hoznám a Vajnai féle európai baloldalt, illetve a Szociáldemokrata pártot Hasiló László vezetésével. De sajnos az a politikai realitás, hogy ezek a pártok még kisebbek nálunk is, vagy a Türmer-féle munkáspártnál is. Tehát ez egy választási matematikai törvényszerűség volt, hogy mi összeálltunk, és közösen fogunk listát állítani. Reményeink szerint mind a 106 körzetben, de a 71 plusz az biztos, hogy meg lesz. A politikai szövetség az olyan dolog, hogy 110-100%-ban biztos, hogy nem érthetünk egyet, de akár a baráti viszonyokra is mondható, vagy a már emlegetett hatos fogat tagjai között is elég nagy feszültség van, akár csak gondoljunk a volt szerencsi jelölt Bíró Lászlóra, aki igen csúnyán zsidózott, cigányozott a választáson, mégis együtt vannak. Türmer Gyulával és a pártjaival megegyeztünk, a héten áll fel egy kommunikációs táp, hogy milyen gondolatok, értékek mentén fogunk együtt dolgozni, illetve milyen nyilatkozatokat fogunk együtt kiadni. Idáig zökkenőmentes az együttműködés, bár az előfelsorolt dolgokban mi pártunk azt hiszem, amit mondott menekült kérdés Kim Jong-un, azokkal egyáltalán nem ért egyet. Mondjuk, de nem is ez a kérdés. És mondjuk keleti nyitás, vagy a Lukasenkóval való barátkozás. A keleti nyitást azt vesszük, hogy Magyarországnak, kis ország, mindenkivel jóba kell lennie. Mi tényleg nem dönthetjük el egy országnak, milyen legyen a politikai berendezkedése, ezt az Egyesült Államok próbálja sok évtizede. Szerintünk ez nem működik. Próbálunk pragmatista alapon közelíteni ehhez a szövetséghez. Viszont van itt egy dolog, önök Kádár János nevével kampányolnak. A program mottója is az, hogy a krumplileves legyen krumplileves, ez egy Kádár Jánostól vett idézet. Meg lehet szólítani a fiatalokat manapság mondjuk Kádár János nevével, vagy inkább egy idősebb célközönségre irányul ez? Egyáltalán még nem kifutott brand Kádár Jánosnak a neve 2022-ben? És Kádár Jánosra, illetve a nevével fémjelzett korszakra mi úgy tekintünk, mint az 1000 éves magyar történelem magyar államiságának a egyetlen szociális felemelkedése időszaka, tehát ez a 62-65-től az új gazdasági mechanizmus után egészen a 80-as évek végéig elképesztő társadalmi jóléti felemelkedés történt hazánkban, és talán ez volt az egyetlen korszak az elmúlt 1000 évben.
Gondolok itt a bérlakásépítésre, állami bérlakásépítésre, ténylegesen ingyenes közoktatás, az olcsó színház, az olcsó könyvtárak időszaka. Egy pezsgés volt abban az időszakban, és mi ezt a korszakot vállaljuk a Kádár János névvel, viszont Kádár János egyrészt a múlt, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom viszont a jövőbe tekint, és egy modernkori szocializmusnak a híve, amihez legközelebb talán a jelenleg is skandináv államok, illetve Ausztria, azon belül is Bécs áll. És ezt hogyan lehet összeegyeztetni mondjuk Kádár János nevével, mert hogy nem akarok itt történelem órába belemenni, de mondjuk az 1956-os forradalmat és szabadságharcot ellenforradalomnak minősítette, ezt követték a megtorlások. Önök szerint a forradalom és szabadságharc például ellenforradalomnak nevezhető, és nem akarok tényleg történelem órába belemenni, de szerintem, hogyha még a jövőbe is tekintenek, azért ez fontos tisztázni. Egyrészt a magyar történelemben nem találunk olyan szemét, illetve szerintem a világon nincs olyan személy, akinek a megítélése egyértelműen csak pozitív vagy csak negatív. Nagy magyar királyunk, államalapító Szent István gyakorlatilag 1000-től 1030-ig harcolt a pogány törzsekkel, aki létezett, keresztre feszített, kerékbe tört, tehát folyamatosan vértapadt a kezéhez. Az uralkodónak, a vezetőnek az adott korszak szerint kell menedzselnie, irányítani az országát. És hogy 56 ellenforradalom-e vagy nem ellenforradalom, számomra igen vegyes az kép, az elmúlt évtizedben sok túlélővel vagy ott lévővel beszéltem. Szerintem ott a fordulópont, ahol nagyon félrementek a dolgok, az október 30-ai pártház lövetés, illetve ott a fehér zászlóval kivonuló Mező Imrének és a többi ávosnak a fölkoncolása volt, ahol megfordult ez az egész történet, és hát sajnos valóban szélsőjobboldali elemek is garázdálkodtak az utcán. Illetve 56-ban nagyon fontos, senki nem akart kapitalizmust. Mindenki az emberarcú szocializmusért küzdött, illetve a többpártrendszerért. És a fiatalokat hogyan lehet megszólítani Kádár Jánossal? Még nem válaszolt. A fiatalokat szerintem a szociális jólétünk ígéretével lehet megszólítani. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az elnökségi tagunk Tóth Péter, aki kitűnően kezeli a social médiát és a Facebookokat, megfelelő üzeneteket használ, illetve mi a fiataloknak kettő alapvető üzenetünk van. Egyrészt szeretnénk a választójogi korhatárt leszállítani 16 évre, hiszen ma már egy 16 éves a világ bármelyik újságát el tudja olvasni, legalább egy nyelven beszél, és rendkívül tájékozott. Illetve szeretnénk azt, hogy 18 éves koruk után egy valamilyen önkéntességi munkát vállaljanak, legyen ez a hadsereg, vagy a szociális szférába, hogy aki 20 évesen ott áll az élete kezdetén, a pálya kezdetén, annak már legyen egy tapasztalata, lásson valamit a világról. Fogunk beszélni még a programról, előtte viszont sokszor elhangzik az a vád is önökkel kapcsolatban, hogy egy fideszes kamupárt. Reagálni ezekre a vádakra? Magyarországon mindenki fideszes kamupárt, tehát ezt a Más Gáspár Miklóstól elkezdve mindenki mondja, hogy ezek komolyan vehetetlen vádak. Azért mi azt mondjuk, hogy szerintünk az ország nagy részének elege van ebből a Gyurcsány-Orbán diktihómából, ami 15 éve megy idestova. Mi alternatívát kínálunk, mi programot kínálunk a választóknak, tehát ezzel érdemben nem is szeretnék foglalkozni tovább. Beszéljünk akkor a programról. Mit ígér az ISZOM a választóknak? Illetve mik a legfontosabb programpontjaik? Négy sarokszámunk van már a párt megalakítása óta. Ugye a legfontosabb a nettó 250 ezer forintos minimálbér, a 150 ezer forintos legkisebb öregségi nyugdíj, a családi pótlékot emeljék fel 50 ezer forintra, illetve senki ne kaphasson 100 ezer forintnál kisebb fizetést, tehát a szociális ellátások szintjét minimum ennyire meg kell emelni. És ennek el is mondanám egyből a fedezetét is, tehát ez a megterpelt GDP-nek az 1/6, amit mi követelünk, és ezt a magyar gazdaság szerkezetének, illetve az újraelosztás ástruktúrálásával kívánjuk elérni. Még akkor is, ha mondjuk jelenleg a Fidesz például egyébként nagyon nagy osztogatásokban van, és még az a veszély is fennáll, hogy mondjuk ha az ellenzék, az összeállt ellenzék hatalomra kerül, akkor esetleg üres államkassa várja majd őket, és ennek fényében sem érzik azt, hogy felelőtlenség mondjuk nettó 250 ezer forintos minimálbérrel kampányolni? Szerkesztő úr, szerintem akkor más gondolunk a politikáról. Az soha nem felelőtlenség, hogy az embereknek, az itt élőknek ígérünk jól létet.
és azt mondjuk, hogy egy közös országban élünk, akkor ne csak a munkavállalók adózzanak 15%-kal, hanem a vállalatok is. Direkt fölírtam itt a jegyzeteimben, Magyarországon 15% az SZIA, társasági adó 9%. A pénzügyminisztérium kutatásai szerint a nagyvállalatok inkább 5%-ot adóznak maximálisan. Tehát olyan nincs, hogy üres államkassa, ezek ilyen liberális, neoliberális mítoszok, és továbbra is azt mondom, nem értek egyet azzal, hogy miért ne lehetne az embereknek pénzt adni, pénzt az embereknek. Jóléti szocializmus címre hallgat a Munkáspárttal közös programjuk, és ebben olvashatunk az okosvárosokról, illetve az okosfalvaknak a koncepciójáról. Ez mit akar pontosan? Meg Szanyi Tibor a pártunk miniszterelnök jelöltjének volt ugye az Európa Parlamentben, ő volt a reportere ennek a projektnek. Az okosváros, okosfalvak ugye azt akarják, hogy a digitalizáció behozása a mindennapokba, ez a közlekedési, tehát közlekedési lámpák koordinálása, az ügyintézés, tehát az egészet indítsuk el a modernizálás útján. És nem minden például csak papír alapon működjön, várostervezés egyebekhez, a mesterséges intelligenciát hívjuk segítséghez, ezek alapvetően város és szociálpolitikai. Kattyán György is hasonló dolgokkal kampányol egyébként. Ebbe egyet is értünk vele. Milyen esélyekkel készülnek április 3-ára? Látják realitását annak, hogy bekerülhetnek a parlamentbe? Őszintén szóval mi a reálpolitika híve vagyunk, és azért azt, hogy a 10%-ot elérjük, igen kicsi az esélye, bár nem nulla. Lépésről lépésre szeretnénk haladni, tehát először álljon meg ugye a két pártnak a listája, ez február 26-ára ki fog derülni, és utána pedig felszántjuk az országot, és bízunk benne, hogy minél több emberhez el tud jutni az üzenetünk. Csak azért is kérdezem, mert Türmerék például 15 ezer szavazatot kaptak 2018-ban. Igen. Igen. Mi meg 2,23%-ot kaptunk már másfél évvel ezelőtt a borsodi időközi választáson. Mi van akkor, hogyha nem kerülnek be? Hogyha így alakul, mert azért valljuk be, ezzel is számolni kell. Megyünk tovább, bízunk benne, hogy a csapat együtt marad, és bár előre nem nyilatkozhatom, de hát önállóan folytatjuk tovább a saját utunkat, ugyanúgy, ahogy eddig is aktivisták, támogatóink segítségével visszük tovább, amíg bírjuk. Ja, mert említette az ellenzéki összefogást az imént. Mi az álláspontja az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomnak az ellenzéki összefogással kapcsolatban? Sok sikert kívánunk nekik. Sok siker, ennyi? Illetve azért azt tudni kell, hogy mi ugye 2020 nyarán, mikor igazából a pártnak a működése a Covid ideje alatt elindult, Huszti Andrea, a pártunk elnöke, számtalanszor megkereste őket, mínusz a Jobbikot, hogy beszéljünk, program alapon egyeztessünk, ugye akkor írták ki a szerencsi időközi választást is, de sajnos semmiféle, sem érdek, és sem érdemi, sem informális választ nem kaptunk tőlük, úgyhogy sok sikert. De önök hajlandók lettek volna összeállni velük? Akkor abban az időpontban szerettünk volna, így van, az előválasztás hívei voltunk, tehát a pártelnökünk nyilatkozta mindig azt, hogy az előválasztás a demokrácia ünnepének tartja, ez nem jött össze. Még akár a Jobbikkal együtt is. Nem, a Jobbikkal együtt semmiképpen. Szóval akkor az lett volna a kikötésük, hogy a Jobbik, így van, így van, Jobbik így nem van, csatlakozhat. Nem fér bele. Mi a probléma a mai Jobbikkal? Hát azt, hogy szerintem nem látom, hogy ez mai Jobbik lenne, hanem hogy ugyanaz. Illetve hát ugye ott voltak a 18-as kiválások, nem látom azt az értéket, amiben közösen tudnánk együtt dolgozni vele, vagy együtt gondolkodni velük. Mi az álláspontjuk az ellenzéki népszavazási kezdeményezésekkel kapcsolatban? Önök is ellenzik a Fudan Egyetemet például? Mi minden egyetemet támogatunk, itt alapvetően a kölcsönszerződést látjuk problémásnak, és ahogy itt vannak amerikai, német egyetemek, miért ne jöjjön ide a világ ötödik vagy hányadik legrangosabb egyetemének nevezett egyetem. Ezt a népszavazási kérdést még kicsit önvolnak tartjuk, hiszen talán ön is tudja, hogy ezt kiterjesztette be az országgyűlésbe, hogy egy időben lehessen tartani a népszavazási és országgyűlési választást, Szabó Tíma. Igen. De ugye várható volt, hogy le fogja söpörni a választási bizottság az ellenzék kérdéseit, illetve ha jól emlékszem, kettő átment, ezért inkább ezt egy öngólnak látom. De mégis ez egy szimbolikus ügy, hogy mondjuk önök támogatják a Fudan Egyetem Magyarországra hozását. A másik kérdést, ami viszont abszolút támogatható, hogy ez az álláskeresési járadék minél hosszabb kiterjesztése. Mondom, az egyetemmel nekünk alapvetően nincsen bajunk, azzal van bajunk, hogy amilyen kölcsönszerződést próbálnak ránk kényszeríteni. Beszéljünk egy kicsit a külpolitikáról. Mik az ISZOM-nak a legfontosabb külpolitikai törekvései? Hogyan vélekednek például az orosz-ukrán krízisről, vagy az Orbán-féle keleti nyitásról?
Az iszlám egyértelműen EU-párti és elkötelezett, de ugyanakkor, amint mondtam, hogy kis államként nem tehetjük meg, hogy nem vagyunk jóban a világ nagy hatalmaival. Akkor ebben például nem értenek egyet Türmer Gyuláékkal, akik kilépnének az Európai Unióból? Hát ebben nem. Ezzel nem. Az Európai Uniót megreformálni kell, és nem csak egy gazdasági uniót kell létrehozni, hanem egy szociális uniót, hiszen ugye Bulgáriában 300 euró, vagy itthon is mondjuk a minimálbér, Németországban 2000 euró. Ez így ebben a formában nem működik. És Magyarország szerepe az EU-ban? Erről mit gondolnak? Hát alapvetően az mondjuk támogatható, hogyha valami jogos, nem jogos jár Magyarországon, akkor azt ki kell harcolni, de mondom, együttműködéspártiak vagyunk, és azt szeretnénk, hogyha nem csak a gazdasági területen csatlakoznánk, vagy csatlakoztunk volna az EU-hoz, hanem ugyanúgy nem ez a kétsebességes Európa lenne, mint jelen pillanatban van. Az európai politikai palettán mely pártokkal van kapcsolata az ISZOM-nak? Mondjuk nagyon hasonlónak tűnnek, mint akár a német Die Linke. Felvették velük a kapcsolatot? Vagy a német Die Linkével igen van kapcsolatunk, de ugye nekik a testvérpártjuk, vagy ez a GUE-NGL csoportnak a tagja, az a vajnai féle európai baloldali párt. Jelenleg be kell vallanom, hogy az erőforrásaink szűkössége miatt belföldi fókuszú a pártunk. Környezetvédelmi ügyek. Milyen tervei vannak ezzel kapcsolatban az ISZOM-nak? Nekünk van egy olyan ígéretünk, ami elsőre fellengzősen hangzana, de hogy tehát kormányra kerülésünk esetén, ami nyilván nem most tavasszal lesz, az első 4 évben 1000 darab olyan programot vagy ügyet indítanánk, ami ez a zöld jövőt vetíti előre. Tehát tényleg gondoljunk az energiafölhasználás, az energiafogyasztás, a zöldítésre, tehát abszolút egy zöld fókuszú a pártunk. De ugye ezek olyan szakpolitikai kérdések, amik nincsenek kidolgozva, hiszen nem kormányra készülünk, nekünk egy nagy vonalakba leírt választási programunk van, ahol hangsúlyosan jelennek meg a zöld kérdések, hiszen Szanyi Tibor szokta mindig megfogalmazni, hogy neki már ez azért annyira nem érdekes, de neki vannak nagyon fiatal gyermekei, unokái, és abból nem enged, hogy ez a föld élhető legyen 50-60 év múlva is. Pál Évát, a Neoton Família egykori énekesnőjét jelölték köztársasági elnöknek. Miért pont rá esett a választásuk? Onnan indult az egész történet, hogy mi azt mondjuk, hogy egy pártnak alternatívát kell állítania. Itt a hatos fogadban is volt sok gondolkodás, amit a sajtóból ismerünk, hogy állítsanak, ne állítsanak, legyen előválasztás. Majd végül tudtommal nem lesz parlamenti ellenzéki köztársasági elnök jelöl, de mi azt mondtuk, hogy igenis meg kellene mutatni, hogy mi mit gondolunk erről a funkcióról, illetve a köztársasági elnöki dolgokról. Ezt Huszti Andrea találta ki, hogy Pál Éva legyen, és Pál Éva megilletődve, de elfogadta a felkérést. Ugye ez szimbolikus az ő jelölése, hiszen valószínűleg a parlamenti többség nem őt fogja választani, és ezzel az a nagy problémánk, hogy mi a közvetlen köztársaság elnök választás híve lennénk, de jelen pillanatban a parlamenti képviselők döntenek erről. Hogyan állnak a jelöltállítással? Mit lehet tudni a jelöltekről, illetve van olyan név, akit kiemelne? A jelölteknél mindegyikünkre azt mondjuk, hogy egy közülünk, tehát nálunk vannak ápolók, kertészek, irodai dolgozók, nem milliárdosok játszótere ez a párt. Mi volt a kérdés másik része? Mit lehet tudni a jelöltekről, illetve kik azok a nevek, akiket mondjuk kiemelne? Tehát az egyik húzó nevünk egyértelműen Pál Éva, ugye amire nagyon büszkék vagyunk, hogy van egy roma származású alelnökünk, Szabolné Kálai Szilvia, aki a budapesti hatos választókerület, az Józsefváros és Ferencvárosban lesz jelölt, illetve aki még ismertebb név talán, ő ugye az országgyűlési képviselőnk, Székely Sándor. Országos kampányra készülnek? Igen. Országos kampányra készülnek, és mi az, amit biztosan meg tud ígérni az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom a választóinak? Jól létet akarunk ígérni, és jól létet szeretnénk ebbe az országba elhozni. Galbadák Ádám, köszönöm szépen! Köszönöm szépen!